Na mi ez a gyerekek? Egy kis eszkafemmes újdonságokról kell itt beszéljünk. Tehát aki még nem tudta volna, az most megtudja, hogy a Székely Vegánnak van egy eszkafemmes oldala. aska.fm/székelyvegan egy szó kicsi betű ékezetek nélkül természetesen, de bedobom alól a linket most már minden videó alá. Na, tehát itt van az oldalom, követők 147, like 900, ajándékok 1, válaszok 1002. Tehát már válaszoltam 1002 kérdésre, és a legtöbb kérdésre videóválaszt készítettem. Lássátok, ilyen rövid, de 2 perces videóválaszok, hogy rá kattintasz, megy. És akit érdekel, itt sok érdekes témáról beszéltünk. 2 perc volt a limit, ugye a videókon annyit lehetett csinálni, max 2 perces videókot. Úgyhogy nézzétek vissza, van itt sok olyan, hogyha többet meg akartok tudni rólam, meg egyéb témákról, akkor ja, nézzétek, itt végig le lehet görgetni. Amikor nincs, amit nézzetek, ha általán nem töltök fel videókot, akkor ja, vissza lehet nézni itt ezer videót. Ja, rövid szakal, még vissza mész, akkor már ott lesznek szakallas videók is. Most időbe fog állni, amíg betölti a képeket. Na mindegy, megnézitek majd, akit érdekel. Na, itt vannak ugye a válaszok. De hol vannak a kérdések? Tehát a fő oldalon itt nem nagyon szoktam nézelődni, de a kérdések itt vannak. Na, tehát most az a gáz, én akartam épp egy pár videóválaszt csinálni, és nem lehet csinálni videóválaszt. Tehát most úgy megújították azt az SKFM-et, és régebb úgy volt, hogy itt két gomb volt. Kérdésnél volt egy válasz, mellette volt egy videóválasz gomb. És én ugye nem szeretek pötyölni a billentyűzetemmel, lassan is írok, meg minden, úgyhogy időigényesebb. Ugye ezért inkább videóválaszokat csináltam, de az utóbbi időben le vagyok maradva sok kérdéssel, mert eléggé időigényes megcsinálni külön minden választ. Úgyhogy nem is bánom, hogyha kivették a videóválaszt, most ez ugye arra kényszerít, hogy csináljak YouTube-ba. Ezt már ajánlottátok amúgy többen itt kommentekben is, hogy csináljak YouTube videót, és ott válaszoljak az SKFM-es kérdésekre. No, mert most már ugye az az opció van, hogy lehet válaszolni. Tehát itt van felhasználó letiltás, a kérdés jelentése, válasz, egyéb opció nincs. Na, úgy hallottam, a Facebookra kitettem most a Székely Vegán csoportba, és azt mondta valaki, Szabó Csrác Fazakos, hogy csak az iPhone-ról lehet videóvá választ tenni. Na, úgyhogy ide rákattintasz, akkor itt 3 megosztó gomb van, Facebook, Twitter, és még valami, és lehet képet tenni. Tehát lehet csatolni JPEG, PNG vagy GIF-et, feltölteni hozzá, de videót nem lehet. És úgyhogy telefonon nem fogok ezzel taknyolni, ugye már még gyengék a telefonjaim, meg minden. Úgyhogy ja, végül is most már nem marad, de más opció az írás, ugye az ki van zárva. Hát egy-két kérdésre így válaszolok el, amilyen rövid, ugye egy-két ilyen rövid választ nyomok. Amúgy érdekes, valaki Kínából írt, múltkor üdvözlet Kínából. Lett az egyik kedvenc videósom, de hol volt, még egy Kínából volt. Aja, itt van, hi, my name is Eugene. Jenő a nevem, mint apámnak. I'm a big fan of yours, nagy rajongót vagyok. Ne csináld a videókat, ne hagyd abba. A magyar csatornád a legjobb,
igaz, nem értek egy szót se belőle. Üdvözlet, Jenő Kínából. Akkor írtam, hogy that's pretty cool man, thanks for watching, all the best. Na, tehát ilyen is van. De hogy csináljam, tehát most az a válaszok, kérdések. Mire, like-ra is lehet kattintani? Olyan valaki kérdezte, hogy be tudom-e linkelni a farmot, ott van. Jó van. Nagy szakállammal. Ja, egy kicsit funny a kinézet azzal a nagy hosszú szakállal. De csóri, én se szeretem. Úgyhogy meg kell azt a középutat találjuk, lehet, hogy ilyen lesz ilyen. Na, mindegy. Na, a lényeg az, amire ki akarok lyukadni, hogy legyen a YouTube-on a válasz. Tehát ugye, ilyen formátumban fogom azt hiszem csinálni, hogy lássátok a kérdéseket. Tehát ilyen screencastingás, én kicsi kockába itt a szélén. Úgyhogy ez idáig tiszta. De azt nem tudom, akkor mit csinálok a kérdéssel, miután megválaszoltam. Ez az én kérdésem. Tehát letörüljem a kérdést. Vagy kattintsak a válaszgombra. Hát végül is hát az lenne, azt hiszem, a legkirályabb, csak az megint egy kicsit időigényes lesz. Hogy mondjuk megválaszolok. Nem akarok egyszerre túl sok kérdésre válaszolni egy videóba, mert akkor nagyon elhúzódna ugye az idő. Tehát lesznek olyan kérdések, amit jobban ki kell fejteni. Mint például, mi a véleményed Turi Tamásról? És ja, a vízzel kapcsolatban. Tehát lesz olyan eszkefem válasz videó, hogy lehet, hogy csak egy vagy két kérdésre tudok válaszolni. Amit jobban ki kell fájtsak. Lát, csak egy kérdés van olyan, ami egy... De általában gondolom, hogy mivel nagyon nem akarom elhúzni a válaszokat, azért így egy kérdésre, mit tudom én, 1-3 percig időt tölteni. És akkor, mit tudom, válaszolok 5-6-8-10 kérdésre. De úgy szeretném, hogy ne legyen hosszabb egy videó, mint mondjuk... 15-20 percnél ne legyen hosszabb. Mit szóltok? Mert ha nagyon elhúzódik, akkor ugye tegyük fel kérdezést, és nem akarod végigvárni azt a kérdést, akkor kell keressed, mert az a legrosszabb, ugye nem tudod, hogy mikor jön a te kérdésed, végig kell hallgass az egészet, ahhoz, hogy megkapd a tét. Hát ugye erre lenne megoldás, csak az ott van ugye, hogy megint időigényes, nincs se titkárnőm, se titkárom. Tehát az lenne ugye a megoldás, hogy megcsinálom a videót, feltöltöm, és akkor utólag a leírásba ugye be lehetne, hogy melyik kérdés, ugye innen kimásolni a kérdést, betenni egy kérdés, és oda tenni utána a percet. Hogy ez 2 perc, 2.20 másodperccel kezdődik, és akkor meglátod lent a leírásba a kérdésedet, és ha többire nem vagy kíváncsi, akkor rátottintasz arra a kérdésre, és egyből oda viszi a videót. Ahhoz a válaszhoz. Na, de ugye ez mind idő nekem, gyerekek. Mind idő. És egyre több időt teszek ugye belé ebbe a videózásba, és ugye válaszolásokba, meg minden, és ja, nem tudom, ugye farmal is kell foglalkozzak, meg kell dolgozzak, és még pénzt keressek, úgyhogy az lenne az igazi, ugye, hogyha úgy megcsinálom, de nem tudom, esetleg valaki be tud segíteni, bedolgozni, de akkor az megint olyan, hogy akkor oda kell adjam a YouTube passwordomot, hogy belépjetek, editáljátok a videót, az megint nem jó. Úgyhogy, ja, nem tudom erre mi lenne a jó megoldás. Na, de mindegy, egyelőre megcsinálom a videót,
és válaszolok így legörgetve, így szerre válaszolok a kérdésekre. És még ugye az lenne akkor a jó, hogy beragasztani ide a választ, a válaszba betenni ide a YouTube linket, és úgy tenni be, hogy direkt oda vigye arra a percre, ugye lát a YouTube-nál, amikor megosztasz egy videót, hogy betett, hogy máj honnan kezdje. Tehát amikor a share gombot megnyomod, annál a percnél, akkor oda teszi az óracsa percet, és akkor azt a linket ide betenni, megnyomni, hogy válasz. Azért ugye, hogy maradjanak meg ezek a kérdések, mert ugye idővel, amikor így fogok sok választ csinálni, akkor nagyon el fog veszni, tehát nagyon nehéz lesz megkapni egy kérdésre a választ. Mondjuk itt is az SKFM-en is elég hiányos, tehát azt hiányoltam a legjobban, hogy nem lehet kerestetni például. Tehát tegyük fel, most fel akarsz nekem tenni egy kérdést, de már ezer kérdésre válaszoltam, és lehet, hogy ugye mielőtt felteszed a kérdést, mondjuk nem tudom, hogy publikusan hogy néz ki az oldalon, van-e keresőgomb, nem is néztem, de azt hiszem nincs, régebb, mintha néztem. Hogy tudsz kerestetni, le kell görges, megnéz mindez ezért kérdés, hogy volt-e arra válasz. Na tehát mindegy, egy idő után fognak ismétlődni a kérdések, és ez probléma, ugye, mert akkor ugyanarra a kérdésre nem tudok évekig válaszolni, tehát nem tudom, hogy honnan fogjátok tudni, hogy volt-e válasz, vagy nem van arra a kérdésre, tehát ti kéne visszanézzétek, de mivel kereső funkcióit nem látok az SKFM-en, nem tudom, a főoldalon van-e, nem látok, hogy nincs kereső funkció, na mindegy. Na, tehát az a kérdésem, hogy milyen hosszú legyen, limitáljam 10 percre, 15-re, 20 percre egy ilyen SKFM válasz videót. Ugye percre menjünk, na mert hogy hány kérdés, mondom, nem tudom, lehet, hogy egy videóban egy kérdés fog beleférni, lehet kettő, lehet öt, és lehet tíz, ugye, mert vannak rövidebb kérdések is, rövidebb válaszok. Úgyhogy, milyen hosszú legyen egy SKFM válasz videó? Ez a legfontosabb kérdés, amire választ szeretnék. Mit szóltok? És a második ugye, hogy akkor mi legyen a kérdés, azokkal a kérdésekkel, amit megválaszoltam. Letörőjem? Vagy csak a válaszban, amikor mondjuk ötöt megválaszoltam, és megvan a videóm, feltöltöttem a videót, akkor így megnyomom válasz, beragasztom a linket ahhoz a YouTube videóhoz. És akkor ugye, aki érdekli, ott megtalálja majd a választ. Na. De amúgy az SKFM-et azt megtartsuk, mert azért szeretem, hogy tudtok név nélkül kérdezni, tehát sok vannak emberek, akik nem akarnak kérdezni a YouTube-on vagy a Facebook-on, és névtelenül szeretnének kérdezni, és ezt megtehetitek az SKFM-en. Nem kell beregisztrálni, és nem kell nevet adni, tehát név nélkül bármit kérdezhettek. Ne kérdezzetek hülyeséget, a hülye kérdésekre nem válaszolok. Ha nagyon személyes a kérdés, akkor nem válaszolok, tehát mindent én se teregetek ki a közszférába, de inkább ugye olyasmit kérdezzetek, aminek van értelme, ami jobban teheti a világot, ami például, ha valami problémátok van, amiről szeretnétek beszélni, amiben tudnék adni talán egy tanácsot, vagy elmondjam, hogy én mit csinálnék abba az adott esetben, inkább olyan ilyesmi dolgokról beszéljünk. Na, úgyhogy, ennyi gyerekek, az SKFM-es újdonságról, írjátok meg, mi a véleményetek. Na, pa!